Rögtön bele is vágok, mert nagyon elment az idő, engedelmükkel rögtön a közepébe. Első pillantásra a hucul fazekasok munkái sok hasonlóságot mutatnak más népcsoportok kerámiáival. A fehér alapon karcolt technikával készült barna földfestékkel, illetve sárga zöldmázzal kitöltött mintájú edények nagyon sok fazekas központban készülhettek volna. A különbség a motivumok tartalmában van. Edényeiket a megszokott ornamentika helyett figurákkal és életképekkel díszítik. Ha egy hucul cserépkályhát körbejárunk, csempén különböző események és annak szereplői elevenednek meg. A szent és a profán csempe egymás mellett található, ugyanúgy, mint amúgy az életünkben is. Mint egy képregény beszéli el a hucul nép történetét. Szimbólumok használata és a sűrített mesélés a szemlélőben sokkal többet és mélyebb gondolatokat indíthat el, mint amit a felszínes olvasat kínál. Kik is a huculok? A huculok a ruszin népcsoporthoz tartoznak. A ruszin népnév a középkorban a szlávoknak általánosan elfogadott elnevezése volt. Prenacionális identitásuk alapvető összetevői, a nyelvi és a vallási sajátosságaik. A ruszinok a keleti Kárpátokban, a Poprádtól a Tisza forrásvidékig húzódó hegyesvölgyes területeken élnek. 1991 óta Ukrajnához tartoznak. A vallásuk a 17. század közepéig ortodox, majd görögkatolikus. A ruszinokat földrajzi elhelyezkedésük szerint két csoportba sorolhatjuk. Első a síklakók, a dolisnyákok, a második a hegylakók, akiket szintén három csoportba oszthatunk, a lemkókra, a bojkókra és a huculokra. A huculok nevének eredete ezeddig tisztázatlan. A kocsul pásztor és a hot-hut román rablószavakból eredeztetik. Eredetileg gúnynévnek szánták, később azonban törzsnévvé vált. Nevük eredete a két fő foglalkozásukra is utal. A huculok többsége elsősorban állattenyésztéssel, pásztorkodással foglalkozott. Szarvasmarhát, juhot és kecskét és disznót tartottak. Nyáron a marhákat és a juhokat felhajtották a havasi legelőkre, és a pásztorok elképzelhetetlenek voltak a trembita nélkül. Ez egy 3-4 méter hosszú, lucfenyőből faragott és nyírfakéreggel borított fúvós hangszer. Ha a pásztor belefújt, nagyon messzire elhangzott a hangja, kiépítettek egy jelrendszert, és ezzel üzentek egymásnak a polonyinákon legeltető társukkal. Sajnos ma már ezt a trembitát felváltotta a mobiltelefon. Saját magam átéltem ennek a hanyatlását a trembita használatának, és ma már csak az ünnepek alkalmával szólal meg ez a hangszer. Most egy hete jöttem haza Rahóról, ahol a pásztor ünnep alkalmával, és gyönyörű esztétikai élménye, hogy a sok férfi megemeli ezt a hatalmas hangszert és belefújnak. Úgyhogy így nyitják meg ezeket a nagy ünnepeket. Nevük eredetének második jelentése is igazságot takar, ugyanis a huculok közül jó néhányan a lengyel földesurak vagy az igazság szolgáltatás elől elmenekültek a sűrű erdőkbe, és itt bandákba verődtek. Volt köztük gonosztevő is, de néhányuk csak szerencsétlen sorsa miatt lett utonálló. Úgy nevezték őket, hogy oprisok. A hucul népköltészetben számtalan változatban énekelte meg a nép az ő történeteiket, sőt, saját hősének tekintette őket, mert sokszor védelmezték a szegényt, a kiszolgáltatottat a nagyon gazdagokkal szemben. Legendák, népdalok, elbeszélések fonódnak ezek a nemes lelkű betyárok alakjai közé. Legismertebb bandavezérek Iván Piszklivi és Pinta, vagy talán a legnagyobb hírnévre Olexa Dovbus tett szert, aki sebezhetetlen hírében állt. Megvan a legenda, hogy hogyan lehetett őt mégis legyőzni. Csodálatos élmény volt most a legutolsó utamnál, mert a házi gazdámnak mondtam, hogy el szeretnék menni Kutiba, megnézni ezt a települést, és azonnal rázendített egy gyönyörű balladába több száz versszakkal, ami Olexa Dovbus életéről szólt. Tehát ma is még megéneklik ezeknek a híres embereknek a sorsát. A rablóvilág, jaj kép, a rablóvilág a 18. század közepéig tartott, a Rákóczi szabadságharc leverése után a huculoktól is elvették fegyvereiket. Hozzáteszem, hogy Rákóczi mellett harcoltak a huculok.
Kevés mesterember és munkáskész maradt ezen a területen, ezért Mária Terézia és II. József németeket telepített a huculok lakta területekre is, és tőlük a huculok megtanulták az erdőgazdálkodást és a faúsztatást. Ez a szabadságban élő félnomád pásztor nép feladta, sokan feladták addigi életformájukat, és nagyon tehetséges erdőmunkások és tutajosok váltak belőlük. Viseletük gondosan elkészített, gazdagon díszített ruhadarabokból áll. A nők varták ki az ingek ujját és előrészét, általában geometrikus mintákat alkalmazva. Húsvéti tojásokról már volt szó, valóban kultusza van Ukrajnában, és főleg a huculok lakta területen. Látszik az első képen, hogy Kolomejában egy múzeumot is alakítottak ki, az Ukrajnában található összes tojásmotívumot gyűjtik itt össze, és ami érdekesség, hogy a növényi festékkel díszített tojásokat a nők mellett a férfiak is készítették, illetve nagyon aprólékos, dúsan díszítettek ezek a tojások, pici, apró lovacskák, madarak, templomok, emberfigurák díszítik. Településeik. A fában gazdag vidéken a huculok épületei a mesterségbeli tudásukat dicsérik. Kezdetben a lakó és a gazdasági épületek erőtszerű egy épület együttese a grazda védelmet nyújtotta a természet erői, illetve a vadállatok ellen. Később ezek a lakóházak egyszerűsödtek, nagyon-nagyon gondosan kiválasztott, különféle mágiák szerint választották ki a lakóház helyét, ami fenyőfából épült, kívül hasított deszkával burkolták, és az ablakok körül kékre festették. A szoba berendezése puritán volt, negyedét elfoglalta az agyagból épített kemence, amit később csempékkel raktak körbe, hogy a meleget tovább tartsa. Ezeken a csempéken leggyakrabban szenteket ábrázoltak, így adva védelmet a család tagjainak. A huculok mellett különböző népek, lengyelek, cigányok, lipovánok, magyarok, németek, örmények, ruszinok, románok, szlovákok és zsidók éltek együtt, békében és az elzártság miatt egymásra utaltságban. A különféle népcsoportok közül kiemelt figyelmet érdemel a hucul zsidó viszony. A zsidó vallás haszid mozgalma a keleti Kárpátok hegyei közül a hucul földről indult. Hitük szerint a vallási élet legfontosabb eleme az öröm, az emberi boldogság és a természet szeretete, amellyel tulajdonképpen magát Isten tisztelik. A haszid mozgalom alapító atyának, Bál Sém Tóvot, a jó név mesterét tartják. A néphit szerint ez a mester a huculok között élve tanulta meg az állatok és a természet nyelvét. A hucul fazekasság. A Tatárhágon áthaladva a Kárpátok gerincén kelet felé találhatók a legjelentősebb hucul települések. Koszov, Kolomia, Kuti, Pistyön. A hucul kerámia sajátossága, hogy ábrázolás módja naív, rendkívül humorral bájjal átitatva. A kompozíciókra jellemző a pontosság, a könnyed vonalvezetés és a különleges rajzkészség. Mondani valójában lényegre törő, kifejező. Nem használ perspektívát, figurái aránytalanok. A fejet legtöbbször profilból ábrázolják, a figura testét frontálisan. Kivételt képeznek a szentek és a megszokottól eltérő mondani valóval bíró személyek, például a katonák, a rossz nők, a betyárok. Ők teljes alakjukban frontálisan jelennek meg, jól felismerhetők még a különböző viseletbe öltöztetett alakok. A díszítő technikáról. A hucul kerámia sajátossága a bekarcolt úgynevezett graffító technika, aminek a lényege, hogy a színes anyagból készült még bőrkemény tárgyat bevonják földfestékkel, engobbal, és ezt visszakarcolják a sötétebb alapanyagig. Így a minta sötét kontúrt kap. És akkor az első égetés után a körbekerített motívumokat sárga és zöld mázzal, később megjelenik majd a kék máz is, ezzel töltik ki. A közel-kelet kerámia művészetében már igen korán találkozhatunk a 8.-9. században ezzel a technikával, amelyet az iszlám és a Bizánc fejlesztett tökélyre. A bizánci hatások itt a hucul földön, ezen a területen őrződtek meg, és egyik fő jellegzetessége a hucul kerámiának.
És nem csak a technika, hanem maga a bizánci motívumok is. Természetes, hogy ezek a bizánci díszítő elemek idegen hatások is érték térben és időben. Valószínű, hogy a huculi művészek már egészen más, sajátos felfogásban használták a kapott elemeket, hiszen mindezeken kívül még hatott rájuk a nyugati manufakturális művészet, a lengyel és az orosz porcelángyárak közelsége. A transformálódott bizánci motívumok a szomszédos népek, népcsoportok művészetével találkozva egy sajátos, egyéni kifejezésmódban jelennek meg a huculi kerámiákon. Témáiban a transzcendens tárgyú, az életfa és a világi mindennapi életből merített képek köré csoportosítottam. Az első téma közül a szakrális képek közül viszonylag, ebből a témából viszonylag kevesebb kerámia készült. Leggyakoribbak a keresztény ikonosztázokról is jól ismert alakok. Szűz Mária Kisdeddel, Szent Miklós, Szent György, illetve Szent Borbála és Katalin, akiket itt a képen is láthatunk. A szenteket általában attribútumaikkal együtt ábrázolják az ikonográfiai előírások szerint. Mindig frontálisan, nagyon gazdagon díszített ruhában ábrázolják. Ez látszik Szűz Máriánál is, ahol megfigyelhető, hogy Mária egyik karjában Jézus tartja, másikban vagy virágot, vagy keresztet. Szent Miklós képéhez, hogy körülbelül 1840-től datálhatók az első ábrázolások. Nagyon kötött a kompozíció, természetesen frontális, a középpontban mindig a figura áll, és két oldalán építészeti elemek szimmetrikusan helyezkednek el. Díszes a miseruhája, és püspöki süveg van a fején. Szent Katalin és Barbara, őket is általában attribútumaikkal együtt ábrázolják. Én most mégis egy kuriózum csempét választottam, ahol a mester fejük fölé karcolta a nevüket, mint egy díszítő elemként. A mester nevét is tudjuk, Bachmatyuknak hívják. Ez egy viszonylag egyedülálló csempe. Sárkányölő Szent György Perun papja már a 6.-7. századi bizánci művészetben megjelent ábrázolás. A földművesek és az állattenyésztők, sőt a fazekasok patronusa is, és Galíciában Lemberg város őrzője. És két számomra nagyon különös csempe, amit szeretnék bemutatni, és ami szerencsés, a huculi kutatásom során gyakran ütköztem abba, hogy nincs elég információ, nincs elég adat. Az a kályha, amin ez a két csempe is szerepelt, ezt szerencsére dokumentálták 1904-ben, Krochowski tudós nevéhez fűződik, és Ivano-Frankivsk megyében találták azt a kályhát, amelyikről azt tudjuk, hogy ugyanúgy Bachmutyuk mester készítette, akit az előbb is említettem, és egészen különös kéréssel fordult a mesterhez a megrendelő. Azt kérte, hogy a csempéken, a kályha csempéin ábrázolja az ő hűtlenkedő felesége életét. Meg is tette a mester, de mellette nem csak az asszony vidám életét mutatta be, hanem azt is, ami a halál után vár rá. Egészen horrorisztikus, főleg a második kép, ahol egy mesztelenasszonyt ketté fűrészel, két szőrös kecske vagy ördög. Az elsőn pedig a paradicsomból kiüzetést látjuk, ahol rengeteg barokkos motivumot használ a mester. Láthatjuk a felső traktusban az angyalok rosszalló pillantását, amint végignézik, hogy a szégyenkező Ádám és Éva a szőrös ördög furkosbottal kikergeti őket a paradicsomból. Ezen a vidék, még mindig ugyanahoz a témához tartozva, szakrális motivumok közé, ezen a vidéken közel 200 fatemplomot építettek a 16. és 19. század között. Mindig ügyeltek arra, hogy szervesen illeszkedjenek a tájba, a környezetbe. Nem csoda, hogy a fazekasok egyik kedvel díszítő elemként használják tálakon és csempéken, 2-3, de akár 5 és 9 kupolás templomot is rajzolva rá. A képzeletbeli lények, illetve rögtön elsőnek a kecskéről szólnék néhány szót. A kecske a zsidó keresztény hagyományban a sátán és a mágia szimbóluma. Az ókori görög mitológiában Zeus szent állataként tisztelték.
A ruszinok a kecskét a házi tűzhely védelmezőjével, a domovikkal azonosítják. Ha betartják a szabályokat, és rendesen megetetik minden nap a kecskét sótlan étellel, akkor a gonosz erők helyett védőszerepük dominál. De ezt érdemes betartani, egyébként ma is élnek ezek a szabályok. A szláv teremtés történet szerint az ördög megirigyelte az Úristen első teremtményét, az embert, és elhatározta, hogy ő is létrehozza a saját hasonmását. Agyagból megmintázta a saját formáját, ragasztott rá szakállat, meg szarvat is. De nem sikerült, hogy életet leheljen belé. Egy darabig próbálkozott, aztán dühében otthagyta a kis figurát. Az Úristen megsajnált ezt a szerencsétlen agyagfigurát, és életre keltette. A neve Kecske lett. Látszik, hogy az ördög a maga képére formálta, mert ugye van szakála és szarva, sőt, ugyanolyan hideg, üveges és bárgyú a tekintete. A képzeletbeli lényekhez még. Az ősi hitvilág embere képzeletének alakjai több jel szerint valóságosnak hitte. Olyan lényeket alkotott, amelyekben többféle állati jelképes tulajdonságait egyesítette. Az így létrejött hibridek általában pozitív jelentést hordoznak, és az embereket segítik. Látható alul az oroszlánfejű, nyilat okádó, madártestű, és hát nem is tudom milyen szárnyú, talán sárkány szárnyú állat, amelyiket lerajzolnak a fazekasok. Ide tartoznak ebbe a csoportba a zenélő állatok is, és nagyon gyakori mutaivon tálakon csempéken a nagybőgöző medve vagy a hegedülő ló. Az utolsó kicsi csempe, ő ruszálka, aki a babonák és a hiedelmek alakjai közé tartozik. Vele is érdemes jóba lenni, mert képes borsot törni az arra járó korra alá, de hogyha egy spulni cérnát adunk neki, akkor már nem csintalankodik. Második csoportba az életfa motívum, erről beszélek én is pár mondatot, egész Európában, valamint az ázsiai, európai népeknél megtalálható. A történet és a kompozíció közepén az a fa áll, amelynek gyümölcsét és a tövében fakadó forrásvizének elfogyasztásával örök életet nyerhetünk. Ezeket a kincseket a sorsalakok őrzik, akár mint félelmetes vadállat, a sárkány vagy a kígyó képében. A sorsalakok, ahogy nevükben is jelzik, az emberek életét határozzák meg. Három közülük jóindulatú, egy azonban gonosz. A mese állandó szereplői a fa őrzői és a gyümölcs elrablói. Az első tálon két egymással szembeforduló kecskét láthatunk, közöttük pedig az életfa csökevényét. A fa őrzői itt a kecskék, szörnyek helyett a hucul fazekas a saját jól ismert állatalakjait állította a helyükbe. A középső csempén a fa őrzői egy házas pár, akikből árad a harmónia, ezzel tudják megvédeni az életfát. És az utolsó csempén pedig, ezt kutiban készült ez a csempe, ezt felfoghatjuk akár egy egyszerű vadászjelenetnek is, de az ábrázolásban megjelenő statikus motivumok bizonyítják, hogy gyökerei bizony a mitoszban keresendők. A harmadik csoportba soroltam a mindennapi élet képeit, ezekből nagyon-nagyon sok készült, és hát látszik a bájuk, a humoruk, a nagyon pikánsakat nem hoztam el, mindenkinek a fantáziára bízom, de láthatjuk, hogy vannak mesterségek, ott van az opriskunk, a medve táncoltató, a postás, amint belefúj a kürtjébe, és még sok-sok rengetegféle megtalálható a huculoknál. A legjelentősebb huculfazekasok nevét szeretném még végezetül megemlíteni, hiszen fantasztikus, amit alkottak. A 19. század közepétől a 20. század közepéig tartott ez a sajátos kerámia művészet, és ez a korszak volt a virágzása. Legjelentősebb alkatók Barányuk, Bachmatyuk, Cvilik, Petrokosák, Zintyuk. Ma már igen kevés fazekas dolgozik és díszíti hagyományos hucul motivumokkal edényeit ezen a vidéken. Jellemző, hogy a mintákat vagy leegyszerűsítik, vagy túldíszítik tárgyaikat. Megjelennek persze új motivumok is, amelyek a mai élet reprezentásai. Láttam olyat is, hogy a papa ül a fotelban, újságot olvas, a kisgyerek meg madzagon húzza a kis falovacskáját. De ennél most már sokkal
csúnyábbak, rondábbak is vannak. Ezek, amiket most elhoztam, Valentina Dzsorányuk művei, egy 60 körüli művésznő, akit elismer a Hucul fazekasság. Én is személyesen ismerem, minden alkalommal meglátogatom őt. Nagyon beszélni nem tudunk, de megöleljük egymást, és ez pont elég. És mindenképp szerettem volna bemutatni az ő munkáit. Nagyon kevés az a fazekas, akinek sikerült a tradíciókat megtartva és új értelemmel gazdagítva művészi szintre emelni a Hucul fazekasságot. Ő Koszovban él. Koszovban működik még egy nagyon színvonalas kézműves iskola, ami körülbelül nálunk mondjuk ilyen technikusi képzésnek felelhetett meg valamikor. Kevés számban képzik a fazekasokat. 5-6 család él még Koszovban, aki fazekasságból él. Közösen építettek egy kemencét, és itt égetik ki a munkáikat együtt, bizonyos időközönként, és csak azért tudnak még megélni, mert a heti vásárra ellátogatnak a gazdag kijevi turisták, itt tudják eladni portékájukat. Kolomiában már csak egyetlen egy fazekasnő dolgozik a hagyományok szerint, és Pistyiben és Kutiban két-három éve már sajnos nem forognak a korongok, ezért is hoztam ezt a képet elbúcsúzva tőlük. Legutóbbi, most egy hete jöttem haza, előtte 3 éve voltam Ukrajnában, a háború miatt nem mertem menni most 3 évig, és rendkívüli módon felgyorsultak a hanyatlás jelei, nem csak a mobiltelefon jelent meg, hanem nagy bánatomra a fűkasza, úgyhogy már ott sem találkozhatunk lassan igazi kaszáló férfiakkal. Köszönöm, hogy meghallgattak.